Sziasztok, Lekanom vagyok, és itt a Warcraft Reforged 12. része. Az előző részben megcsináltam nagy nehezen ezt a Stratholme-féle Purge-ot. Hú, hát itt látszott azért, hogy hard mood van azért, azt meg kell hagyni, mert olyan baszott nagy seregekkel jött magam, és hogy kíváncsi vagyok, hogy a többi pálya ilyen nehéz lesz-e. Ez majd kiderül. Na nézzük első, megint van egy párbeszéd. A Divergent Courses 3 nappal később Stratholme részeinél. Itt a maradék emberek, akik temetik a zombikat, fertőzött embereket. So much death. I can't believe Arthas could have done this. Csomó halál, nem hiszem, hogy Arthas ezt tette. Valós még tartja ott. Jaina! Jaina Proudmoore! Lord Uther? Ah, Jaina. I thought I might find you here. Where is he gone, girl? Where has Arthas taken the fleet? He came to me before he left. I pleaded with him not to go. I told him it sounded like a trap. Where? Northrend. He's gone to Northrend to hunt Morgannis. Damn that boy. I've got to inform King Terranus. Don't be too hard on yourself, girl. You had nothing to do with this slaughter. The dead in this land might lie still for the time being, but don't be fooled. Your young prince will find only death in the cold north. You! Arthas is only doing what he believes is right. Commendable as that may be, his passions will be his undoing. It falls to you now, young sorceress. You must lead your people west to the ancient lands of Kalimdor. Only there can you combat the shadow and save this world from the flame. Ugye Uther kérdezte Jaina-t, hogy merre ment Arthas, hova tartott, és mondta, hogy Northrendre, és mondta, hogy ne érezze magát szarul, mert sem, hát nem ütelt róla, hogy Arthas mit csinált. És most elment Uther értesíteni Terranos királyt, hogy mit tett a fia, és mondja a proféta Jaina-nak, hogy Westre, és azaz nyugatra kell mennie a flottájával, és hogy hát ott vár rá igazából a sorsa, hogy mi. És akkor azt mondja, hogy egy hónappal később Dagger Cup öbölnél. This is a light forsaken land, isn't it? You can barely even see the sun. This howling wind cuts to the bone and you're not even shaking. My lord, are you all right? Captain, are all my forces accounted for? Nearly. There are only a few ships that... Very well. Our first priority is to set up a base camp with proper defenses. There's no telling what's waiting for us out there in the shadows. Ez ugye egy hideg kirázó ettől a helytől, kapitány. És... hát mondta, hogy a legelső dolguk egy bázist építeni. Jó, hogy a kapitány él. I am ready. Marvin. Azt hittem, hogy meghaltam úgy. For my father, the king. Oh.
Giant. Hát ezek semmi... Semmi sebzésük nincsen szinte. És hogy ezek elbújhatnak Magalis sebzése mellett. Nincs elrejtve semmi. Körbenézek azért, mert lehetnek benne easter egg-ek. Farkosok. Feel my wrath. Our forces are under attack. Nézzünk el erre. Mik ezek? Ice troll. For my father, the ice trolls. Keményen néznek ki. Egy barlang. Legalább adtak aranyat. Justice has come. You are past redemption. Betrayer of the light. Okay, she's over here. Smite away. Yeah, I'm sure I said. Hát az nem kell egy jelenlőre. You are past redemption. Feel my wrath. Leverem, mert ki tudja, hogy van-e benne valami. For my father, the king. Nézzünk el erre, mi van. Ne rúgjanak. A pókok. Néznek ki ezek, de durva. You are past redemption. Herbian Creed. Az mondjuk kemény lesz. Milyen jól néznek ki azért. Sokkal szépen, mint volt. Addig jó, még nem a kapitány van meg. Szemedben van egy... ha jól emlékszem, egy orvoszt. Azt mondjuk le fogom cserélni. Justice has come. Milyen durván néz ki azért ez a király. Tetszik. Nick megölte azt? Nem is figyeltem, hogy kevés az élete. Na mindegy. Ezt kidobom. És most már van Orb of Frostom is. Milyen szépen néz ki azért így, nem? Már néz ki valahogy a kalapács. Art azt azért igen felturbóztam. Két Medallion of Courage, meg Gauntlet. Azért körbenézek, hátra találok valamit. Ebbe buggolt a szöveg? Na nem beszél Arthas. Bebuggolt. Na mindegy. Még foul name. Viszont tudom, hogy szekkelődik-e a izé.
nem stackelődik a képessége. Mert ugye az Orb of Fire az ugye ilyen területek sebez. Ez meg ugye fagyaszt, meg lassít, mulsz gyorsaságot is leveszi. Viszont jobban járok szerintem, hogyha Orb of Frost képessége aktiválódik. Mert már nincsen semmi. Nincsen semmi. Ó, de aranyos kis kóka. Na, akkor beszéljünk Moradinnal, mert ő lesz itt, ugye? Már egy életre jut oda. Annyira tetszik amúgy ez az orbnak a kinézet, hogy így köröz a fegyver körül, ez nekem nagyon tetszik. Mindig is az orb volt a kedvenc tárgyam a Warcraftban. Lehetett akkor még 6 orbot is felraktam a hősömre. Csak mert jól néz ki. Ah, a gold mine. We'll set up our base there. We're under attack. Take cover. Bloody hell. You're not undead. You're all alive. Muradin? Muradin Bronzebeard, is that you? Damn, boy. I never imagined that you'd be the one to come to our rescue. Rescue? Muradin, I didn't even know you were here. Oh, well, just the same, lad. I could use your help. My mates and I were attacked and we got separated. I'd appreciate any backup you could give me. Of course I'll help, Muradin. Let's move. Én mondta, hogy végre egy élővel találkozik, nem egy élő halottal. És azt se tudta, hogy itt van Muradin. De jó, hogy így segít meg neki. Megment, miután megtámadta az élő, mivel az megtámadták az élő halottak. Ketté lettek így szeparálva. És meg kell menteni a másik bázist is. Na. De akkor esőnek is. Kaptam egy flying machine-t. Okay to go. Ugye ő a légitámadásba jártas. De már szebben néz ki. Kis helikopterrel. Csak a levegőbe tud támadni. What's happening? Nézzük, hogy néz ki Muradin. Na, tök menő. Tetszik a szakála. Kéne egy ilyen szakál. És akkor álljunk neki a támadásnak. Foul knave. Let's do this. Research complete. You are past redemption. Feel my wrath. Ez be gargoylékkal is támad az élő volt. Ilyen repülő egységek, és az ellen inkább puskásokat csináltam. Erre mik vannak? Ja igen, erre kell feljönni. Aztán már... ezt kifejlesztem. Foul knave! Feltem Muradinnal közben. Kettig voltak. Let's get it on. Let's move, men. Those dwarves need help. Ez a szentem. Nem tudom, de elműködik. You are past the dash. A szigulatokat kell leszedni. Muradin ilyen hamar kifelé. More like it. Let's do this! Fogszerintem majd meg lesznek vele.
legalább már kettő felől jön a nyersanyag, hogy gyorsabban tudok csirkét gyártani. Inni, ezeknek annyi. Itt is finished. Na ez legalább így megvan. És most már van Siege Engine-em. That has to be where Mal'Ganis is hiding. I want that base leveled. Azért csinálok olyat. És akkor ott van Mal'Ganisnak a serege. És ha körbenézek, hogy nem találok-e még több egységet. Egy neutrál, legalábbis, ahol tud mondani cuccokat. Szerintem ma nincsen több ilyen jégtroll. Esetleg erre. Na most akkor két helyre kell védekeznem. Ezt mondjuk kivéd azt. Ó! Oh, Yetik. Itt jön a Yeti. Nekem ilyen néz ki. Lehet, hogy biztos adhatom jó kucot. Elviselni nem. Belt of Giant Strength. Hát... jó az altasznak. Az is erős tárgy. Adta a neve az erőt. Jobb, mint a Gauntlet. Ekkora reggel csak elég lesz. You are past redemption. Move your ass. Gotta go. Me too. Just come with me. You're kind of slow for a human, aren't you? You're kind of slow for a human, aren't you? Nekikezdek, ugye elmondom, hogy Moradinnak ugye három fajta képessége van. Ez a kalapásdobás, hogy aki ezt rádobja, az sebez, és így elkábítja egy darabig. Ez területileg és így lecsap a földre, és akkor a közelébe lévő ellenségeknek így leveszi a támadási erét. Az alaptámadásai ez képesek néha így elkábítani. Ez meg, hogy megnő, és megnő beli az életerét, a sebzését, minden. Úgyhogy megnövekedett. Ez hogy néz ki a Siege-en? Ugye egy tank, ami csak az épületre kell, hogy jó. És úgy érdemes használni. What's happening? Check on make the blowout. I await your command. Yes, my lord. I had to find those arrows. Feljött a lincs. Tudom aranyni. Hát ez fapít. El lett a lincs intézve. Maladjunk közben annyi szintet lépett. Mondjuk ez a stem jó lesz. Kifagyom manából. Csak nagyon Siege Engine-t. Gyorsabban elnyomni az épületeket. Itt
tudom, hogy a fő épületet lezerni. Teljes tisztítást kép végezni. I await your command. Fejlesztés is kéne csinálni. Our forces are under attack. Research complete. More lumber. For my father, the king. Yes, my lord. Our forces are under attack. Okay, so Marcus Bottom. Okay, so you are past redemption. Let's get moving. Már igazából ennek annyi. Már csak a másik gépetnek kell levenni. És ugye Maladin úgyis meg fog halni, úgyhogy ami volt nála, az meg van a bővel. You're kind of slow for a human, aren't you? Pont időben jött a tankot. What's happening? Vajon meg ilyen jobbítást is. On the bronze beard! Maradjunk bőrös. Itt is finished. Malgaisnak a serege annyi. All right, Muradin. What were you doing up here anyway? Well, lad, there's an ancient waygate that lies somewhere in this glacial wasteland. Supposedly, it transports you to a hidden vault where a rune blade named Frostmourne is held. We came here to recover Frostmourne, but the closer we came to finding the way gate, the more undead we encountered. Prince Arthas, we haven't found any trace of Mal'Ganis. No matter. He can't hide from me forever. Captain, I want you to establish this site as our primary base. Yes, my lord. Ugye kérdezte Maradin Tartasz, hogy miért jött ide igazából, és mondta, hogy egy ilyen kaput keresnek, ami átvezet egy ilyen rejtek helyre, és ott rejtőzik Frostmourne, egy ilyen legendás kard. Csak hát minél beljebb mentek, annál több éli alatt futottak össze, úgyhogy nem találták meg egyenlőre. És mondta a kapitánynak Arthas, hogy ez lesz a fő városuk. És nem találtak semmi nyomot Mal'Ganis után, úgyhogy tovább kell kutatniuk. Na de én nem fogom folytatni a következő részbe, úgyhogy akinek tetszett a videó, az nyomja le, hogy tudjuk azon fel. És találkozunk a következő részbe, addig is sziasztok!